44-37-es állásról folytatódik, tehát a kaposvári KK Aegis Körment bajnoki mérkőzés a második félidővel. Az első negyedet 9 ponttal nyerték, a miénk ugye vezettünk 14 ponttal is, aztán a második negyedben javítottak a körmendiek, és egy pontra is fölzárkóztak, aztán szerencsére sikerült rendezni a sorokat, így 7 ponttal vezetünk a félidőben. Börcsi szemen rá egy távolít, Rájvió viszont szedi már a pattanót. Hát a félidei statisztikát nézve azért elég sok érdekességet lehetett felfedezni. Elsősorban a tripla mutatókat, ha nézzük. Hát a miénk úgy vezetnek 7 ponttal hazai pályán, hogy egyetlen 1-3-as sem tudtunk dobni. 7-ből 0 egyelőre mutatunk. Igaz, a körmendiek, akik dobtak ugye a 4-3-ast, ezt el kell dobni Jancsikinnek. Várható volt, hogy nem ez az első tripla, amiben megy. Tóth, ott pedig a személybe Frasernél. Szóval a vendégek dobtak ugyan 4-3-as, de az 18 kísérletből, és az a 22% bizony nem valami fényes tripla mutató, összességében is csak 34%-kal dobtak a vendégek, a miénk 55%-kal. És ami még érdekes, hogy a körmendiek viszont mindössze egyetlen egy labdát adtak el az első félidőben, ami már-már példátlan azért az élvonalban. Spica nagyon szépen, és ez már Márkó Spicának a 20. pontja. 21. percben 46-ból egyelőre 20 pontot vállal Márkó Spica. Utána egyébként Handlein és Rivio áll 8-8 ponttal a miénknél, a túloldalon pedig Richards és Latinovic a legjobb dobó 10 ponttal, Ferencnek pedig ez volt a 7. pontja. 46-39. Rivio, az pedig két dobás lesz valószínűleg. Seals szabálytalankodott, aki egyelőre nem igazán váltja meg a világot, bár hát ideje még bőven van itt a második félidőben, 0 pontos az első 20 percben. LeVar Seals 4-ből egyetlen dobása sem volt jó, összességében mínusz 6-os IBM mutatóval állt. Rivio pedig kihagyja a büntetőt. Ez az első rossz büntetője volt a miénknek. 10-ből eddig 10-et dobtunk be, a vendégek pedig 11-ből 7-et az első félidőben. Aztán a második már jó is Nick Rivionak. Burgess. Richards. Jancsikinnel. Jancsiki mindent megtett, hogy Richards ne tudja ezt föltenni. Egy kicsit körülményes volt Richards most ennél az akciónál. Föltette volna könnyebben is, Rivio. Szépen viszi be könnyedén, Richardstól pedig nem jön a besegítés. 49-39. 10 pont újra a különbség. Nick Rivio ezzel 11 pontos. Ferenc. De most már az a csapat kezdte a második fél időt a körmendieknél, akik hát nagy valószínűséggel a legjobb ötösük jelenleg. Spica, Rivio végigviszi onnan, és újabb kosár. Nagyon jól kezdjük a második fél időt, nagyjából úgy, ahogy a mérkőzést is kezdtük. Déri Csaba nem is tehet nagyon mást, mint 51-39-nél időt kér. Hét kettőre hozzuk egyelőre a harmadik negyedet, így aztán Déri Csaba nem meglepő, hogy időt kért, és Burgess ront ismét egy újabbat. Burgess-em dob túlságosan jól, egyelőre 6-ból egy dobása volt jó a mérkőzésen. Jancsikin. Rivio. 10 másodperc még a támadó időből. Spica. Ez is jó. 22 pontnál már Márkó Spica. Ugye mondtam, hogy Déri Csaba irányítja most ugye a körmendi csapatot. Idén már a harmadik vezetőedző ebben a szezonban Körmenden. Ezen sem lehet annyira meglepődni, hiszen mondtam már a rossz kezdést.
Ugye aztán Zsebe Ferencék többször is léptek. Na, Szilsznek megvan az első kosara. 53-42, rögtön egy tripla. Fraser. Ott jöhet a válasz, nincs meg, továbbra sincs meg az első kaposvári hárompontos. Spica legalább leszette a támadó lepattanót, Spica, ott lehetett volna a passz Rájvónak helyette Jancsikén, és megint nincs egy tripla. És hiába van támadó lepattanó, nincsen kosár. Ott egy pillanatra úgy tűnt, hogy Rájvó, aki ott betört, meg lehetett volna játszani. Fekete Ádám pedig azt reklamálja, hogy miért nem állítottuk meg ott mezőnyben még a körmendieket, így akik 9 pontra jönnek ismét. Rivio két ember között viszi el, Spica oda nagyon nagyot ütközött Tóth Norbertel, aki időben foglalta el Bencúr játékvezető ítélete szerint a védőpozíciót, így Spicának megvan a harmadik személyhibája. Nagyon érdekes volt egyébként, ahogy itt Rivio szépen átütötte a labdát a két játékos között. Hát Richard azért szépen pihenget védekezésben, nem először látszik rajt, hogy itt bizony nem nagyon segítette a társakat, de végül körmendiek jöttek ki jól belőle, hiszen nem született kaposvári kosár. Szilsz pedig úgy tűnik, hogy beindult. Bevágott egy triplát emberről, 53-47. Ugye 51-39-nél kért időt Déri Csaba, azóta 8-2 körmendieknek. Jancsikin inkább közelebb viszi, és aztán be is talál. Jancsikin is érzi azt, hogy bizony nem megy távolra egyelőre mai napon, úgyhogy akkor el kell vállalni közelebbről. Szilsz most viszont túlvállalta magát, Fraser. Szépen viszi végig, 55-47, 57-47, bocsánat, 10 pont újra a különbség. Na, ezt már most jól reagáltunk erre a szituáció, hogy megint közelített a körmend. Richards, megint gyönyörűen védekezett Spica, szenzációsan védekezett Marco Spica. Fraser, handline robog, és újabb kosár. Hát nagyon-nagyon hektikus ez a mérkőzés, egyértelműen azt lehet mondani. Szinte ilyen kétperces szakaszokból áll, amikor egyik csapat kifejezetten jól játszik, aztán újabb két perc, meg az ellenfél időszaka. Latinovics gyönyörű kosara. Három ember fölött talált be, 59-49. Mieinknél legalább másfél perce ül itt Papp Péter a cserepadon, próbálna bejönni. Ezt viszont Handlein talán egy picit megpróbáltuk megjátszani, de nem sikerült. Szilsz, ez is kimarad. Jancsikin pedig faltól. Nagyon érdekes, mert Jancsikin még a mezőnyben mutatta, hogy ott faltolt itt a félpályánál körülbelül, de nem ítélték meg a játékvezetők. És bizony ez viszont nagyon nagy baj így, mert végül Spicára fújták a faltot, nem pedig Jancsikinre. Ezt nem is értem igazán. Szerintem Praks játékvezető rossz játékost mutatott meggyőződésem. Itt most Handlein, a csapatkapitány, próbál vele beszélni, a pécsi fiatalemberrel, akinek egyébként ez a talán az ötödik, az talán túlzás, de nem sokadik alcsoportos mérkőzése. Nem, biztos vagyok benne, hogy nem Spica faltolt egyébként, hanem Jancsikin. És az a nagy baj, hogy ez a Spicának a negyedik személyhibája, és nagyon korán, már a 26. percben megvan. Hát úgy tűnik, a pécsi játékvezetőkkel nagy szerencsénk nincsen, ugye kapitány Gellértet szoktuk emlegetni elég sűrűn. Úgy tűnik, megvan az utánpótlás Praks személyében, eladott labda Rivio, Richard, bocsánat, Burgess végigviszi, és bizony-bizony 59-54, megint az jön be, amit már említettem. Egy jó kaposvári szakasz után jó körmendi szakasz, 5 pont, Fekete Ádám kér időt. Tehát 5 pontra jön föl, 12 pont volt megint a különbség, 59-47, szinte pillanatok alatt lett
egy 7-0-ás körmendi rohan és egy eladott labda megint. Burgess pedig ezt végigviheti, és ezt már bizony nem rontja el. 59-56. Ugye Papp Péter is benn most a miénknél, és Horváth Márton is először, hiszen Spicát le kellett hozni, nem lehetett négy faltal ilyenkor pályán hagyni Raivio. Papp el lehetett volna azt vállalni, 10 másodperc még a támadóidő. Papp közelebb viszi, nagyon szép volt. Papp Péternek is megvan az első találata, 61-56. Richards, na most Horváth Marcival maradott. Nem szabad, öt vállal Richards nagyon nagyot taszított rajt, és aztán szerencsére nem esik be a labda. Papp Péter tudta elpöckölni a labdát. Fraser. Handlein, nagyon nagy labda volt, óriási paszt adott Fraser Handleinek. Tóth Norbert nem is nagyon vette észre az egészet. Legközelebbről szemlélte Handlein zsákolását. Hát megint most talán azt lehet mondani, hogy miénk dominálhatnak a következő néhány percben. Jó lenne ezt átélni. Latinovic viszont bever egy hármast. 63-59. Nagyon-nagyon csapkodó a mérkőzés továbbra is. Fraser, Papp. Handlein kapja pozícióban. De most Horváth Marcinak. Handlein kapja vissza. Handlein. Az nem jó. Raivio viszont Seals lökte ki. Ez a harmadik csapat hibája volt a vendégeknek. Nincs még dobás ezért természetesen. Viszont Sealsnek is megvan a negyedik faltja. Ugye 6 pontos egyelőre az amerikai játékos. És hát őt sem lehet ennyi személyével pályán tartani, érkezik helyre Ferenc Csaba. Horváth, Fraser. Raivio. Óriási elzárást adott Horváth Marci, Raiviónak viszont rövid a középtávolia. Burgess. A személyébe Papp Péternél. Előbb volt egy szituáció itt, amikor becsapdázták Papp Pétert is, és lett belőle egy adott labda, akkor Fekete Ádám egy pillanatra úgy volt, hogy behozza Benke Szilárdot, de aztán a jó betöréses zicser után végül marad a pályán Papp Péter. Most viszont Richard megint egy kicsit gyorsan vállalt el egy triplát. Fraser, továbbra sincs meg a kaposvári hármas, egészen hihetetlen. Lassan vége a harmadik negyednek, nincsen kaposvári tripla, hazai pályán Richards. Handlein zuhan rá, nem fújtak személyébát. Mind a ketten földön. Raivio, Papp. Raivio. Ott a tripla. De a játékvezetőknek nem kell megállítani ilyenkor a játékot. Hiszen nem azon a térfélen volt a sérülés, ahol zajlott a játék, viszont Richards továbbra is elnyúlik a pályán. Handlein már föl kell, de nagyon nincs jól ő sem. Fekete Ádám mutatja itt többször is, hogy Richards egyfolytában csapkod. Ez tényleg látszik egyébként, hogy amikor még nem is kapja meg a labdát, de itt a pozícióért egyfolytában mindkét kezével üt, vág fejmagasságban, és most Handlein elugrott arra az egyikre. Ide-oda ütköztek. Richards, aki egyébként az előbbi triplánál nagyon úgy tűnt, hogy nem nagyon van kedve már ott bent verekedni, inkább ráverte ezt a hármas, nem Horváth Marcival nem kezdett el egyegyezni. Kicsit felelőtlennek tűnt az a vállalás, hát reméljük, hogy Richardsnak nincs semmi baja. Igazából először a fejét fogta, meg az arcát. Ferenc és Tóth Norbert próbálja meggyőzni Bencúr Tamást, hogy mi volt ott előbb. Hát azért végül csak összeszedi magát Richards. Sántit is, a fejét is fogja Richards, le kell cserélni. Érkezik helyére Farkas Attila. Richards nem kér Popadics pacsiából. Nem lehet túlságosan
nagy élmény azért olykor-olykor vele egy csapatban játszani. Nagyon zseniális játékos, nagyon jó képességű, de látszik rajta, hogy azért, ahogy az ilyen egyéniségeknél szokott lenni, megvan benne az, hogy nem feltétlenül mondható mindig csapatjátékosnak Richard. Természetesen reméljük, hogy csak ijegység volt nagy. Itt mutatja, hogy a fejét talán egy kicsit megütötte. Úgy tűnik, hogy rendben lesz azért Richard Burgess-törbe, az viszont személyében, és kettő dobás is lesz Burgess-nek. Ő egy igazi madár, vándormadárnak lehet mondani. Uruguayban, Finnországban, Dániában és Németországban is kosárlabdázott. Ő is évközben érkezett Körmendre. Most jó az első büntetője. 66-60. 43,4 másodperc még a hátralévő idő. Lesz még tehát alkalma a körmendieknek is támadni ebben a negyedben. 66-61. 5 pont ismét a különbség. Rivio. Az azért látszik, hogy Spica, aki nagyon jó napot fogott ki, és amúgy is alapja csapatnak, az ő hiánya azért érzékenyen érinti a csapatot most. 7 másodperc, Papp el kell dobni. Hosszú a dobás, és nincs meg a lepattanó. 20 másodperc még végig támadhatja most már a negyedet a Körmend. Burgess. 1-1-ben hagyják ott Frazierrel, most jön elzárni Farkas. Burgess nem nagyon akar passzolni Farkasnak, inkább rátekeredik a labdára. Burgess aztán beviszi, és végül bedobja. Végül csak megoldotta az amerikai hátvéd, és ezzel megint csak 3 pont a különbség. A harmadik negyed végén 66-63. Három pont a különbség az utolsó negyed előtt, semmi nem dőlte át el. Annak ellenére, hogy a körmendi csapat a mai mérkőzése még nem vezetett. Továbbra is nagyon szoros a találkozó. Ugye 51-39-nél volt 12 pont a különbség, de aztán közelebb jöttek a körmendiek, és továbbra is egészen hihetetlen statisztika az, hogy nincsen kaposvári tripla hazai pályán, pedig már az utolsó negyedben járunk. Frazier, Rivio, na most ott meg lehet, és nincs meg. Egyszerűen hihetetlen, hogy semmi nem megy, pedig ezek igazából olyan dobások, amelyek ilyen szinten majdhogy nem zicser, főleg Rivionak, aki nagyon jól dob általában. Tóth Norbert viszont üresen marad, ő is nagyon elpuskázza. Alig érte gyűrűt a labda, és Handlein végül nem tudja összeszedni a támadó lepattanót. Ugye védő lepattanót, bocsánat. Ferenc közelebb viszi, Farkas, Tóth megint elvállalja a triplát, ez már benn van. Egyenlő ezzel, 66-66. Ön is a segítség a közönségtől, most nagyon kellene. Rivio, Frazier. Megkettőzték, Handlein viszont üresen marad, az pedig falttal együtt becsorog. Frazier-t megpróbálták ott becsapdázni ketten, de tudott belőle passzolni. Handlein megint megtalálta ott az alapvonalon belépve. Farkas pedig rossz ütemben ugrott oda. Farkasnak a harmadik személyibája. Most érkezik vissza Márkó Spica. Fekete Ádám is érzi, hogy mindenképpen kell a pályára. Még ha van is benne kockázat, hiszen 4 személyibával áll. Handleinek jó a plusz egy is, 69-66. Kérdés, milyen állapotban van Richards, hogy most Déri Csaba pályára küldi-e Spica ellen, hiszen hát Spica most nyilván nem fog úgy védekezni, hogy esetleg faltoljon. Farkas pedig a sarokból egy triplát dob, 69-69. Hát amíg Farkas mondjuk ilyet dob, addig nem is kell igazán a pályára. Richards, Jancsikin, ez is hosszú. Egészen hihetetlen, de legalább Frazier leszedi a támadó lepattanót.
10 másodperc még a támadó időből, Handlein most kapja a labdát. Ott van üresen Jancsikin, és jól látta meg Handlein. Rossz volt a körmendi védekezés, 71-69. Burgess. Ferenc. Nem tudott Rivio kibújni az elzárásból, de ki hagyja végül a dobást Ferenc. Fraser. Átvette volna ezzel a vezetést a körmendi csapat először a mérkőzésen. Fraser. Nem megy be. Elképesztő, hihetetlen. Én ilyet még nem is nagyon láttam hazai pályán. Volt már ilyen mérkőzésünk egyébként, amikor nem nagyon mentek a triplák. Akkor Fodor Marci volt az, aki bevágott egyet, emlékeim szerint. Hát ő most már nem fogja kiúzni ebből a kátyúból a csapatot, ugye sajnos térsérülése miatt továbbra sem állhat a csapat rendelkezésére. Közben Farkas kapott ugye újabb személyévát, ez a negyedik faltja már neki is. Rivio, 5 másodperc, Fraser. Valamit most már kellene csinálni, mert lejár a támadó idő. Fraser, nagyon nehéz dobás, ki is marad, így viszont a miénk, na kérdés, hogy érte a gyűrűt a labda, ha nem érte, akkor a körmendi. Ezek szerint nem ért gyűrűt. Fekete Ádám és Fodor Márton más, szinte már-már másodedzőként reklamál itt zsűri asztalnál, mondva azt, hogy Valovics játékvezető, hát még megmaradt ez, szóval az ellenőrként mondta, hogy érte a gyűrűt, de hát nem ez számít, hanem amit a játékvezetők láttak. Meg az, hogy most Latinovics kihagyja ezt a dobást. Fraser viszont túlvállalta ezt, és megint jöhet a körmend. Ferenc, Latinovics ott marad üresen, nem tudtunk visszarendeződni, de ez kimarad. Óriási a káosz most a pályán. Tóth Norbert ledobja, ugye Spica volt ott, ő ennél többet nem tehet most védekezésben. 71-71, óriási csata. Hát nem mondom, hogy eget verő a színvonal, de nagyon nagy a küzdelem, és bizony, hát ez a 6 perc 49 másodperc nem is valószínű, hogy sokat változtat most már ezen a játék stíluson, ami jelenleg van a pályán. Sajnos a kispadról ma nem igazán érkezett nagy támogatás, már pedig ugye Fodor hiányában elengedhetetlen, hogy többen is hozzá tegyenek. Fraser. Burgess lerántott a derekánál fogva. Ez még csak a harmadik személyébe, Tóth Norbert szokásához hűen folyamatosan reklamál a játékvezetőknél. Ismeretjük már őt Pécsről, jó sokszor körbejár szépen a három játékvezetőnél ezzel a lépéshiba reklamálással. Burgessnek a harmadik faltja volt, Spica. Fraser. Nehéz dobás ez is kimarad, és Farkas szedi a lepattanót. Átveti vezetést a körmend. Fraser, ezt most be kellett ütni, egy olyan személyébe volt az első falt miénk részéről ebben a negyedben. Érkezik Benke a pályára, és szerintem Frasert fogja váltani, így van. Sajnos az amerikainak most nem nagyon jöttek össze dolgai. És ugye ilyenkor megint plusz, hogy hiányzik nagyon Fodor Marci, hiszen a pályán gyakorlatilag most nincsen klasszikus irányító. Ugye Nick Rivio képes megoldani ezt a posztot, de hát Spica nyúlt nagyon jól közbe. Rivio pedig összeszedi, mondom én, ezt hihetetlen pech volt. Mi megy a pályán? Hihetetlen. Rivio, Spica, Tóth Norbert állt alá, és nincs fújnak személyhibát, Burgess. Benke pedig beüti azt a faltot megint, amit előbb Frasernek kellett. Óriási a káosz a pályán. Hát nem a szépségéről lesz emlékezetes ez a meccs, mert
az előbbi szituáció is belekerülhet egy-egy ilyen szilveszteri adásba. Egészen hihetetlen volt Farkas. Továbbra is 71-71. Ferenc. Rávió nagyon jól nyúl közbe. Focizott is egy picit Ferenc. Farkas. 8 másodperc, most jól védekeztünk. Farkas, el kell már lassan dobni a Burgess. Ez még belefért Latinovicsnak a sarokban bizony. De kimarad és Hendrey leszedi a lepattanót. Hú, ez most nagyon nagy helyzet volt, lehetőség volt a körmend előtt, hogy megszerezze a vezetést. Spica. Farkas mellett, bal kézzel gyönyörűen. Nagyon szépen forgatta meg Farkas Attilát Márkó Spica, és a legjobbkor találunk be, hiszen kétszer vagy háromszor is megvolt a lehetőség a körmend előtt, hogy átvegye a vezetést, de ehelyett miénk találtak be. Persze a lehetőség még most is áll a körmend előtt, hiszen 2 pont a különbség. Kettőt is cserélt most. Déri Csaba visszaküldte Sears-t és visszaküldte Richards-ot is a pályára. Burgess. Benkét próbálja megverni. Sears. Hát ez nagyon lépésgyanús volt. Tóth Norbert maradt teljesen üresen. És kimarad és spicálja a lepattanó. Most inkább nem rohanunk. Rivio. Jancsikin. Dob be. Így van, végre! Bravo Bane, egészen hihetetlen. 35 percet és 10 másodpercet kellett arra várni, hogy meglegyen az első kaposvári hármas. Egészen hihetetlen, és bizony Jancsikin nagyon jól tette, hogy elvállalta ezt. 76-71, Déri Csaba kért időt. ...76-71-ről folytatódik. Tehát a mérkőzés már csak 4 perc 50 másodperc a hátra levő idő. Az elmúlt 2 percben nagy volt a fejetlenség a pályán. A körmennek többször is megvolt a lehetősége, hogy átvegye a vezetést, eljött most megint 5 pont a KKK előnye. Ferenc. Richard, na most Richard. Érdekes, hogy nem vállalt el az 1-1-et. Spica ellen, 5 másodperc, Burgess nézett fel a támadó időt jelző órára. Gyűrűt ért a labda, és Burgess megmenti. Aztán ráemeli a triplát, és ez bemegy. 76-74, megint csak 2 pont a különbség. Burgess most ezért alaposan megküzdött. Spica. Megint bemegy. Ez a horogdobása is jó volt Márkó Spicának. 4 pont a különbség. Spicai 26 pontos, ha jól számolom. Burgess. Richard pedig ott marad, hiszen Rivio elesett. Tóth Norbert pedig önzetlen volt ennél a támadó lepottanó után. 78-76. Megint csak 2 pont a különbség. Rivio. Seals védekezik rajt. Most 1-1-ben próbálkozik Nick Rivio. Ezt végig próbálta vinni. Nem fújtak semmit a játékvezetők, se ide, se oda. Ferenc. Spica most viszont pont annyira nyúlt közbe a labdához, hogy Ferencnek ne legyen jó a dobása. Közben Jancsikin és Richard akadt össze. Filipovics Gordán nyugtatja Jancsikint. Richards nagyon kellemetlen ellenfél, azt láthatjuk most is. De mondtam ugye Burgessről, hogy igen, nagy vándormadár, akkor Richardsra hatványozottan igaz, 24 éves, és már ez a 8. ország, ahol játszik Jancsikin. Csak 2-es, de bent van. Mutatta hegedűs játékvezető, hogy 2-es volt. Mondom őszintén, én nem figyeltem azt, de lényeg, hogy bent van. 80-76. Ferenc. Seals. Ferenc üresen tripla vonal mögül.
kimarad és picálja a lepattanó. 2,5 perc még a hátralévő idő. Rivio. Én mondom, most nagyon nehéz helyzetben Nick Rivio, Richards szabálytalankodott. Spica ellen, Richardsnak is megvan ezzel a negyedik faltja, de bónusz még nincsen a körmendieknél. És Ferencet cseréli le, Déri Csaba érkezik helyére, Latinovics. Szóval Nick Rivionek most nehéz dolga van, hiszen irányítóként kell folyamatosan játszani, ez bizony abból a szempontból ugye nehéz, hogy hát bizony nem feltétlenül a pontszerzés legfőbb feladata ezen a poszton ilyenkor. Spica, ez is jó. Spica szenzációs. Óriásit játszik Márkó Spica. Szenzációs, amit ma láthatunk tőle. Richards várta üresen tripla vonal mögül. Tóth dobja el inkább, na kié lesz? Latinovicsé. Nem tudtuk leszedni a lepattanót, Latinovics viszont addig pipiskedett, amíg csak visszapöcizte a támadó lepattanót. 82-78, benn vagyunk az utolsó 2 percen belül. Rivio, na most egy kicsit elszabadul, óriási labda! Megint Richards volt az, aki védekezésben elaludt. Egyszerűen megvolt az elzárás, leválás, de nem ment az emberrel. Rivio pedig zseniális paszt adott Spicának, aki már 30 pont fölött. Ismét Déri Csaba kér időt. És az időkérés után, ahogy visszajövünk, hallatszik, hogy Márkó Spicát élteti a kaposvári közönség. 30 pontos, ahogy mondtam, Márkó Spica. Egyelőre Richards elleni párharcot hozza a szerb center. Kérdés persze az, hogy a meccset kihozza majd, az sokkal fontosabb, és ebből szempontból nem jött számunkra jól Burgessnek ez a faltos kosara. Benke ütötte be a negyedik faltját, neki is megvan a negyedik, nálunk már és a körmendieknél is 3 játékos 4 személyivával. Burgessnek jó a plusz egy is, 84-81. Ahogy megint volt egy kis lehetőség talán arra, hogy lezárjuk a mérkőzést, megint visszajön egy labdán belülre a körmend. Rivio, Jancsikin elvállalja emberről is. Óriási tripla! Bravo, Báne! Hatalmas nagy tripla volt ez. Latinovics pedig ott volt, nyugodtan mondhatjuk. Olyannyira, hogy még faltolt is, és jó a dobás Jancsikintől, aki szintén parádésra játszik. 18 pontos, és mellette még 9 lepattanója is van. Benke helyére jön vissza az utolsó 1 perc 20 másodpercre Fraser. Hát ez a tripla, hát aranyat persze nem is, de győzelmet bizony akár érhet is. És Jancsikinnek jó a plusz 1 is. Ő az NBA egyik legjobb büntetőzője. Babonából nem mondtam itt a dobás előtt. 7 pont újra a különbség. 1 perc, 10 másodperc még Jancsikin faltól. Ez még belefért. Ez volt a negyedik személyibánk a negyedben. ...88-81 tehát, 1 perc. Van még hátra Burgess. Az nagyon-nagyon nehéz dobás. Bedobja Burgess. Hát nem láttam a körmen minden mérkőzését természetesen, de talán nem túlzok, akkor azt mondom, hogy Burgess legjobb mérkőzése. Talán ő is érzi azt, hogy Seals lehet, hogy úgy érkezett ide a csapathoz, hogy a helyére jön olyannyira, hogy most labdát sem Frazier-től, aki nem figyelt. Frazier pedig elugrik erre a passz. Dobó cserre is. Burgess pedig pillanatok alatt ezzel a triplával, labdaszerzéssel és ezzel a nagy gólpasszal ismét felhozza a körmendet. Megint csak 2 pont. Fekete Ádám kér időt. ...47,2 másodperc van hátra a meccsből. És bizony továbbra sem dőlt el semmi. 88-81-nél talán már azt gondolhattuk, hogy meg lehet ez a meccs. Aztán Burgess
legjobbkor talált be. Legalábbis vendég szempontból, és Raivióra fújnak egy személyhibát, ami azért baj, mert ezért már dobhat a körmend, úgyhogy 7 pontos különbség néhány másodperc alatt akár el is tűnhet. Hiszen a Richard bedobja a büntetőit, akkor egál. Téri Csabának már nincs időkérése lehetősége, mind a 3 idejét kikérte. Fekete Ádámnak még van egy. 35,3 másodperc. Nézzük Richardsot. Jókezű játékos. Eddig ezzel együtt 8-ból 7 büntetőjét dobta be Richards. És bedobja ezt is, ezzel egyenlő. 88-88, 33 másodperc, most mindenképpen kosarat kell szereznünk, hiszen a körmennek még lesz ideje visszatámadni. Spicára játszunk, Spica megint megveri Richardsot. 90-88, 22 másodperc, végtámadja a körment. Na nézzük! Diri Csaba mutatta Burgessnek, hogy nyugalom, a triplával megnyerheti a meccset a körment, duplával hosszabbítás. Burgess triplára kiosztja Richardsnak, kimarad, és lepattanó a körmendi, visszalépett Seals, így van, és milyen kalabda. Megvolt a lehetőség Richards előtt, de kihagyta a triplát. Ez volt egyébként a 40. tripla kísérlet a körmennek. Pontosan annyi triplával próbálkoztak, ahány duplával. De kimaradt, ez pedig visszajátszás. 1,9 másodperc, Fekete Ádám kér még időt. másodperc van még tehát hátra a meccsből. Milyen jöhetnek, és a körmendiek nyilván megpróbálnak faltolni, vagy hát labdát szerezni elsősorban. Raivio, ott a személyhiba. Hát sok idő nem pörgött le, 8-10 másodperc, Raivio dobhat még kettőt. Be kellene dobnia mindkettőt Raiviónak természetesen. Seals csapott oda, neki az 5. faltja volt. Helyette kellene valakinek bejönni körmendi részről. Ferenc jön. 1,1 másodperc még, jó lenne bedobni mindkettőt Raiviónak, és akkor eldőlt a mérkőzés. Ez pedig már kézbe volt a labda, Burgessnek ott már nem lehet volna szabad átmenni. Nyilván mindennel megpróbálják megzavarni most Raiviót. És jó az első. Hát az biztos, legalábbis nagyon valószínű, hogy rendes játékidőben már nem veszítjük el ezt a meccset. Ugye nincs már időkérés és a körmennek, tehát mindenképpen onnan az alapvonalról kellene valami csodát tenni 1,1 másodperc alatt. Raivio viszont bedobja ezt, és így már nincs is értelme igazából. Burgess még elhajítja, de ez már nem megy be. És ezzel végül 92-88 a vége. A mieink egy óriási csatát hozó mérkőzést nyernek meg. Nem volt igazán szép mérkőzés, de óriási csata folyt végig a pályán. Márkó Spica nagyszerűen játszott, 32 pontig jutott. Az ő szenzációs teljesítmény elengedhetetlen volt a győzelemhez. Még egyszer tehát a végeredmény, Kaposvári KK Aegis Körment 92-88. Én ezzel Szalai Róbert operatőr kollégám nevében is megköszönöm figyelmüket. Mihály Fölű Pétert hallották, viszont hallásra, viszont látásra.